Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, kiderül, hogy milyen népszokásokra, babonákra érdemes emlékeznünk az évezen időszakába. Kiderül az is, hogy milyenek a bakjegyű emberek, illetve mit ígérnek a csillagok a következő hetekre. Szépségápolási tippeket is kapunk, és megtudjuk azt is, hogy miért érdemes figyelni az anyajegyeinkre. Tartsanak velem! Dr. Pál Istvántól megszokhattuk, hogy mindig elmondja nekünk, hogy milyen népszokásokat, babonákat figyeltek, tartottak nagyanyáink, dédanyáink. Most is így fog ez következni. Megettük a lencsét, elkezdődött az új év. Következő hetekre milyen babonák, népszokások jellemzőek? Hát remélem, hogy mindenki kialudta magát a szilveszteri buli után, és újult erővel tud nekilátni a munkájának. A legelső, ami említhető, az a január 6-a, ami határnap. Tulajdonképpen egy olyan időszaknak a zárása, amit karácsonyi 12-nek is neveznek, tehát a karácsonyi és a vízkereszt között eltelt 12 napot jelölik ezzel az elnevezéssel, illetve még egy másiknak is, egy egész hónapnak, a bűbájoskodásnak, a boszorkánykodásnak a időszaka zárul le ezzel, ami a december 6-i Miklós napkor kezdődött, és január 6-i vízkereszttel zárul. A vízkereszt tulajdonképpen egyházi ünnep, de nagyon sok népi vonatkozása is van. Egyházi vonatkozása hármas lehet. Az egyik az, hogy Szent János ekkor keresztelte meg a Jordán vizében Jézust, aminek nagy kultusza van mind Izraelben, mind Jordániában, a Jordán folyó mellett. Természetesen mind az izraeliek, mind a jordánok ezt teljesen más helyhez kötik, a Jordán más szakaszához. Ekkor merítette víz alá Jézust és a többi követőjét Szent János, akit ezért is neveztek keresztelő Szent Jánosnak, hogy ezzel lemossák a bűneiket, és ez egy régi zsidó szokásra utal vissza, amikor a pogányból zsidó vallásúra keresztelték meg az embereket, és ezzel mosták le a pogányságukat. A másik fontos a napkeleti bölcseknek a megjelenése, ez a három bölcs, akiről a Biblia beszél, később három királyoknak nevezzük őket, akiknek egy fénylő csillag mutatta az utat, hogy hogy mehetnek el Jézus szülőhelyére, Betlehembe. Ezek a bölcs emberek értettek a csillagászathoz is, természetes és nagy tudásúak voltak. A 6. századtól nevezték el őket Gáspár Menyhért Boldizsárnak. Az ő nevüket szokták felvésni a római, illetve a görög katolikus hívek, amikor január 6-án vízkeresztkor megszenteltetik az épületeiket, megszenteltetik az istállóikat, az állataikat, és a GMB plusz, ami gonosz elhárító jelnek is számít, felírják az évszámot is, és egész évre védettséget próbálnak biztosítani az állataiknak, meg a betegségtől való távoltartásnak. A harmadik említendő esemény még a kánai mennyegző, ahol Jézus első nagy csoda tevése fordult elő. Mind Máriát, mind Jézust és követőit, tanítványait meghívták az esküvőre, fogyóban volt a vor, és Jézus az ott lévő vizes korsókban lévő vizet borrá változtatta. Tehát ennyi a vízkereszthez fűződő szokásokról, illetve hagyományról. Ami még januárt jelenti, piroska nap, január 18-án érdekes nap, mert a tél hosszúságára, tehát időjósló nap, a tél hosszúságára, a hideg vagy a melegre fordulásra próbálnak az akkori időjárásból következtetni. Január 22-e főleg a borászoknak, tehát a szőlővel foglalkozó embereknek jelentős nap, ez a vince nap, amikor nagy összefognak a szőlősgazdák, ahol egyáltalán szőlőt művelnek, kiszánkóznak, ha van hó, mint például most is, hál' Istennek megérkezett a tél. A legtávolabbi, ha jó idő van, a legtávolabbi borospincéhez visznek magukkal elemózsiát, bor természetesen van, meghányják, vették, megbeszélik a következő időszakoknak a teendőit, szőlőveszőt vágnak, hazaviszik, beleállítják vízbe, és ha kihajt, akkor abból következtetnek, hogy nem fagytak el a szőlők, tehát jó lesz a következő évi termés. Hogyha fénylik, vince tele van a pince, ezt szokták volt mondani, tehát ha jó idő van, napos idő van vince napon, akkor jó termés lesz a következő
évi szőlőtermés, szőlősökben. Ami még január 25-ét jelenti, ez a Pál napja, Szent Pálnak a napja, a Pálfordulás napja, ez a télnek a, azt szokták mondani, hogy a középső dátum, a középső napja, és ebből is az következik, ha jó idő van, akkor a következő időszakban már enyhül a tél, és hamar jön a tavasz, ha nincs, akkor ez ennek pont az ellentetje fordul elő. Ennyi volt a január, de most még áttérünk a február elejére is, hiszen közvetlenül kapcsolódik az időjóslásokhoz, a február 2-a a gyertyaszentelő napja. Azt szokták volt mondani, hogy ha ilyenkor jó az idő, akkor a medve kijön a ballangjából, szétnéz, akkor még visszabújik, tehát ha napsütés van, hiszen hosszú ideig még a kemény hideg érződni fog. Ha borult idő van, akkor általában nem szokott volt visszamenni. Ez manapság már nehezen követhető nyomon, hiszen vadon élő medvékkel ritkán találkozunk itt Nyíregyháza környékén, vagy Szabolcs megyében. Február 3-a még egy olyan jelentős dátum, ami Szent Balázs napja. Szent Balázs a középkorban nagyon sok helyen, különös becsben álló személyiség volt. Kedves szentnek is szokták nevezni, hiszen értett az állatok nyelvén, értett a madarak nyelvén, tehát tudta őket irányítani az ő akarata vagy gondolatai szerint. Másik pedig ő volt a torokgyíkban lévő gyerekeknek is a védőszentje. Balázs napjához kapcsolódnak olyan események is, vagy olyan cselekedetek, amelyeket főleg iskolás gyerekek gyakoroltak. A tanítójuk segítségével, illetve támogatásával, kíséretében fölkeresték azokat a házakat, ahol iskoláskorú gyerekek voltak, verseket mondtak, és arra buzdították a családot, hogy adják iskolába a gyerekeiket, hogy azok tanulhassanak, hiszen annak idején nem volt általános iskola kötelezettség, hanem így próbálták az iskolákat feltölteni, ami általában főleg a téli időszakban működött, mert tavasztól késő őszig a gyerekeket is befogták a munkára a szülők, az olyan munkára, ami éppen az ő testi és lelki erejüknek megfelelő volt. Amit kaptak, ajándékot, azt részben a tanítónak a javadalmazásába számították be, részben pedig szétosztották maguknak is. Kos. Hiszi vagy sem, olyan lehetőségek sétálnak ön előtt, amik minden karrier és anyagi vágya megvalósulását nagyban segíthetik. Érdemes lesz jobban figyelni, és amit csak lehet megragadni. Természetesen arra figyeljen, hogy ne terhelje túl magát. Bika. Kifogásokban sosincs hiány, ha valamit halogatni szeretne. Jobb lenne, ha mostanában a minél előbbi megoldások kerülnének a fókuszba, hiszen ha már letudta, nem nyomasztja a feladat megoldása, és jobban tud koncentrálni, illetve több ereje marad megalapozni a hosszú távú céljait. Ikreg. Mindenkinek az életében eljön az a nap, amikor rádöbben, hogy nem is ott van, ahová menni akart. Vagyis itt az ideje, hogy felülvizsgálja élete céljait, és hogy milyen lépésekkel tudna minél korábban arra az útra térni, amivel révbe érhet. Rák. Megy minden, ahogy tervezte, de ne legyenek illúziói, mert ez csak addig lesz így, amíg ön is mindent a céljai elérésének irányába tud fordítani. Ha enged a kísértésnek és elaprózza energiáit, akkor sajnos elég rögös úton kell majd haladnia. Oroszlán. Nem érdemes minden apróságon felhúznia magát, azt az energiát, amit a morgásba fektet, sokkal hasznosabb lenne, ha a feladatai megoldásába fektetné. Ráadásul az egészségét is védeni a fölösleges stressztől. Szűz. Minden egyes nap, amit mosolyal tölt meg, hasznos a kapcsolatok építésére, a saját hangulatára is pozitívan hat vissza, sőt, még az egészségét is védi a mosoly közben lejátszódó biokémiai folyamatokkal. Tehát ne fukarkodjon, bátran legyen jókedvű. Mérleg. Amikor arra gondol, hogy milyen hosszú még ez az év, el is megy a kedve tőle, de ne feledje, a hosszú filmek nem csak tovább tartanak, de sokkal több esemény, kedvesség, szeretet és ölelés fér bele. A pozitív gondolkodás nem a rossz tagadása, hanem a jó kiemelése.
Skorpió, talán néha túlságosan is megértő, megbocsájtó. A szeretet fontos, és önnek különösen az, mert meg akarja mutatni a világnak, hogy a skorpióknak ok nélkül rossz a hírük. Az elmúlt hetekben tanúsított karitatív tevékenységével ezt nagyon is megtette. Nyilas. Sokszor fölöslegesen aggódik, olyasmiket akar megváltoztatni, amikre nem sok hatást tud gyakorolni. Fektesse energiáit mostanában az önmegvalósításba, a világ megváltás helyett. Bak, boldog születésnapot! Higgy el, csak az évei száma emelkedik, de ön lelkében bármeddig fiatal tud maradni, amíg a jót keresi a világban és észre is veszi. Az idő múlását nem tudjuk megállítani, de nem is kell mindig széllel szembe menni. Vízöntő. Nagy változásokra készül, de egyelőre csak elméletileg. Igaz, a tennivalókat meg kell tervezni, de tettek nélkül ritkán valósul meg bármi is. Az lenne a legjobb, ha most lendületet venne, és gyorsan megtenni a szükséges lépéseket is. Halak. Sok munkája van abban, hogy idáig eljutott. A magánélete és a munkája is eredményeket mutat, sikerekkel jutalmazza eddigi fáradozásait, valamint a kapcsolata is meghozzák a korábbi kompromisszumok eredményét. A bakról azt mondják, hogy pessimista, szomorú, magának való. Nem így van. Először is van egy olyan fanyar humoruk, amit nagyon külön lehet értékelni. A bak törtető típus. Mindenért keményen meg kell dolgoznia, és ezt meg is teszi. Fölvállalja. Mindenért keményen meg is dolgozik. Fontos számára a karrier. De nem úgy, mint az oroszlánnak, hogy ki vagyok én. Nem úgy, mint a kosnak, hogy addig törtet, még azt vesz észre, hogy ő az első. Nem. Úgyhogy ő neki az a létbiztosság. A jövőjét igyekszik a bak, az öregkorát, ha tetszik. Ilyen módon biztosítani, úgyhogy ha vezető, inkább háttérbe húzódó szürke eminenciásként jelenik meg. Azért álltam meg, hogy ezt nem bánnám, ha kivágnák. A miniszterelnökünk és az Orbán Viktor mind a kettő ikrek. Mind a kettő rengeteget beszél. A sólyom, bak, visszahúzódik, ő az előkelő idegen, aki nem vitatkozik, nem szól bele semmibe. A legújabb technikai csodák, legújabb vívmányok már a kozmetikai szerekben is nyomon követhetőek. Szépülhetünk már őssejtekkel, ezt fogjuk ma megtudni, hogy hogyan hatnak az őssejtek, és milyen bőrtípusnak kinek ajánljuk. Kinek és milyen kezelést ajánlunk ma? Ma egy őssejtes kezelést hoztam, és ezt igazándiból az érettebb korosztálynak szoktam javasolni. Az első lépésként letisztítást követően egy fénykezeléssel kezdünk, egy villanófényes bőrmegújítással indítunk, és azt követően jönnek az intenzív hatóanyagban gazdag terméksor, amivel megújítjuk, feltöltjük egy kicsit a bőrt. Milyen őssejtek kerülnek ebbe a szérumba? Növényi őssejtekkel dolgozunk. A növényi őssejtek hogyan tudják segíteni a szépülésünket? Tulajdonképpen stimulálják a bőr funkciókat, és ezáltal serkentik a megújulását, picit életre keltik, mondhatni, a bőrt. Tulajdonképpen ilyen őssejteket mióta használnak a kozmetikába? Hogy jöttek erre rá, hogy ez jó az emberi bőrre? A legjobb ránctalanítóink a placentás termékek voltak, de a hormontartalmánál fogva okoztak mellékhatásokat, és nyilván folyamatosan kellett fejleszteni, az ki lett tiltva, állati szervkivonatok nem lehetnek, emberi szervkivonatok hivatalosan nem lehetnek semmilyen termékbe, amit engedélyeznek, tehát kénytelen vagy valamilyen új irányba menni, mert hatékonyságot produkálni kell. És így esett a kutakodás tárgya a növényi őssejtekre, hogy ott milyen hatást tudunk. Nyilván nem lesz olyan a hatás, mint az emberi őssejt esetében, akár negatív, akár pozitív irányba, de lesz hatás. Tehát azt viszont észrevették, hogy stimulációs szempontból nyilván nem fogsz növényé válni, meg nem leszel zöldség, de stimulálja a bőrfunkciókat, és így ilyen téren elérjük a hatást.
Előfordulhat-e, hogy valaki allergiás lesz ilyen szérumokra, amikben őssejtek vannak? Erre azt szoktam mondani, hogy természetesen mindenre reagálhat allergiával bárki, hogyha azt szoktuk ilyenkor megnézni, hogy az összetevőknél, a főbb összetevőknél van-e tudtával a vendégnek allergiás reakciója, hogyha igen, akkor természetesen azokat a hatóanyagokat helyettesítjük más hatóanyagokkal. Térjünk akkor vissza a kezeléshez, tehát őssejtes növényes kezelés, és akkor maszkot kap az ügyfél. Ez a maszk, ez van átitatva a szérummal? Ez a maszk igen, egy hatóanyagban gazdag lapmaszk, ami a hatóidő alatt szépen felszívódik, és szépen egyre szárazabbá válik, és a benne lévő intenzív szérum az pedig beépül a bőrbe. Igényel-e ez a kezelés otthon későbbi utókezelést? Így van. Mivel fénykezelést is alkalmazunk, és mivel vannak hámoldó savak is a kezelésben, ezért a fénytől mindenképpen óvni kell a bőrünket, azaz nem lehet napoztatni sem mesterséges, sem természetes formájában az UV-sugaraknak, illetve célszerű fényvédőt alkalmazni még az őszi-téli időszakban is, hiszen azáltal, hogy végnyitom egy kicsit a bőrfelületet, ezáltal a természetes fényvédelmét csökkentem időszakosan, és ezért szükséges a fényvédők alkalmazása, hogy ezt visszapótoljuk. Ez mindig foglalkoztatott, hogy oké, nem napoztatom a bőröm, mondjuk egy őszi-téli, késő őszi-téli időszakban, de azért olyankor is süt a nap, ez arra is igaz, még szépen a lakásomtól elsétálok mondjuk a munkahelyemig, az is annak számít, hogy muszáj fényvédeni, vagy csak hogyha tényleg elmegyek mondjuk sielni, vagy melegebb éghajlatra, és ott napozom. Ilyen kezeléseknél, mivel tényleg nagyon intenzíven igénybe vesszük a bőrt, a hatóanyagok bejuttatásához, illetve a felület megújításhoz, ezért ezeknél tényleg arra az időtartamra is szükséges a fényvédők alkalmazása, amíg A-ból B-be eljutunk esetleg. Amitől viszont tartózkodni kell, az a direkt napozás szándékával, vagy nagyon sok időt a napon eltölteni, tehát ezektől még fényvédő mellett is érdemes tartózkodni, tehát nem kifejezetten síelés előtti kezelésnek gondolnám ezt a kezelést, hanem mondjuk síelésből visszajövet egy megújítás, hiszen ott azért elég erőteljes fénydózist kap a bőr, vagy pedig ilyen utazások előtt legkésőbb a kúrákat, vagy kezeléseket legkésőbb egy hónappal az út előtt be kell fejezni, hogy legyen ideje egy kicsit visszaerősödni a bőrnek. De ha itthon maradunk a ködös, havas, esős térünkbe, akkor ez így rendben lesz. A maszk eltávolítása után mi következik még? Záró krémekkel fejezzük be. C-vitamin szérumot fogok használni, hőssejt szérumot, illetve egy hőssejtes krémet, ajakápolót, hiszen az őszi-téli időszakban intenzíven ki tudja szárítani az időjárás az ajkakbőrét, és természetesen fényvédő a záró. Ilyen őssejtes krémeket tudunk venni már a boltokban is? Igen, ez az utóbbi pár évnek felkapott hatóanyaga volt, így nagyon sok gyártó használja a termékeiben a különféle őssejt kivonatokat. Ezek vannak annyira koncentráltan benne, hogy tényleg elérnek hatást, vagy csak éppen megmutatják? Az ősejteken kívül még rengeteg más olyan hatóanyag is van benne, amivel hatékonyak tudunk lenni és eredményt tudunk elérni. Itt alapvetően attól is függ, hogy milyen termékről beszélünk, az adott gyártónak milyen filozófiája van, milyen gazdag a hatóanyag ellátottsága az adott krémnek. Mivel nagyon széles választék áll rendelkezésünkre, érdemes tájékozódni vásárlás előtt, esetleg tanácsot kérni, szaktanácsot kérni, illetve majdnem minden gyártónál vannak kis mintapróbatermékek, azokon is tesztelni, hogy melyik számunkra a megfelelő. Sok mindenre mondjuk azt, hogy anyajegy, de igazából mik is az anyajegyek, és miért kell velük foglalkoznunk? Ezt járjuk most körbe.
Mi a különbség az anyajegy és a szemölcs között? Az anyajegyek a pigmenttermelő sejtek zavara miatt jönnek létre. Az anyajegyek lehetnek veleszületettek, vagy lehetnek szerzettek az élet, későbbi életkor folyamán kialakuló elváltozások. Ezek maradandó, éles határú, a bőr felszínétől, környezetüktől eltérő színükben, vagy felszínükben eltérő elváltozások. A szemölcsök pedig általában vírusfertőzés következtében jönnek létre a bőr felszínén, és ezek a későbbi életkorban keletkeznek, nem veleszületetten. Miért lehetnek veszélyesek az anyajegyek? Az anyajegyek azért lehetnek veszélyesek, mert elfajulhatnak rosszindulatúvá. Ennek oka lehet genetikai, az UV-sugárzás, lehet korábban meglévő diszpláziás anyajegyből kiinduló rosszindulatú elváltozás, vagy akár teljesen épbőrön is megjelenhetnek a rosszindulatú elváltozások. Ezért nagyon fontos a rendszeres szűrővizsgálat, hogy idejében észrevegyük, hogyha egy anyajegy rosszindulatúvá változna. Hogyan alakul ki egy anyajegy? Esetleg valahogyan ki tudjuk ezt védeni? Van megelőző lehetőség? Az anyajegyek egy része már veleszületetten jelen van. Ezek, ami a köznyelvben anyajegynek nevezünk, ezek a pigmenttermelő sejtekből, a melanocitákból indulnak ki. Szélesebb értelemben, mi orvosi értelemben anyajegyeknek, nívusznak nem csak a pigmenttermelő sejtekből kiinduló elváltozásokat nevezzük, hanem kiindulhatnak a kötőszövetből is, kiindulhatnak az erekből is, kiindulhatnak a verejtékmirigyekből, tehát a bőrjárulékos szerveiből is. Megelőzés, ami a későbbi életkorban jelentkezik, az UV-sugárzás kerülésével, a napozás, a leégés elkerülésével tehetünk az ellen, hogy kevesebb számú anyajegy jelentkezzen a bőrünkön. Mindenképpen el kell távolítani az anyajegyeket? Az anyajegyeket nem muszáj eltávolítani, hogyha nem irritációnak kitett helyen vannak, vagy ha nem látunk bennük olyan elváltozást, amelyek hajlamosítanának rosszindulatú elváltozásra, de abban az esetben, hogyha ezek valamelyike fennáll, tehát övvonalában helyezkedik el egy anyajegy, vagy melltartó vonalában, vagy olyan helyen, ahol rendszeresen irritáció éri, akkor érdemes megelőzésképpen eltávolítani. Az az eset, amikor egy anyajegy vizsgálat során látunk olyan elváltozást, ami gyanús, vagy megváltozik egy anyajegy, valamilyen tünetet produkál, ami alapján felmerülhet a rosszindulatúvá való elváltozás esélye, akkor eltávolítása szükségessé válik. Van-e ennek természetes módja? Tehát mindenre vannak csodaszerek, kenjük be ezzel, hallottam olyat is, hogy el kell kötni szemölcsöt, anyajegyet hajszállal, vagy nem is tudom, aloe verával kenegessük. Ugye az anyajegyekre ez hatásos lehet-e egyáltalán, szabad-e hozzányúljunk? Nem tanácsolom, hogy az anyajegyeket házi módszerrel kezeljük. Mindenképpen meg kell mutatni szakorvosnak, ellenőrizni kell, dermatoszkópos vizsgálat szükséges ezeknek az elváltozásoknak a kiszűrésére. Tele van az internet ilyen kérdésekkel és ilyen tanácsokkal, hogy hogyan lehet az anyajegyeket eltüntetni. Ezek nagyon veszélyes módszerek lehetnek, ugyanis szövettani vizsgálat nélkül még orvosi módszerekkel sem javasolt az anyajegyek eltüntetése. A szövettani vizsgálat mindenképpen javasolt, és az eltávolításuk helyes módja a sebészeti kimetszés szövettani vizsgálattal egybekötve. Miért annyira fontos a szövettani vizsgálat, hiszen ha már megvizsgáljuk a dermatoszkóppal, akkor nem derül ki, hogy rosszindulatú vagy sem? Nem minden esetben eltávolítás előtt a dermatoszkópos vizsgálat alapján nagy valószínűséggel ki tudjuk szűrni a rosszindulatú anyajegyeket. Nagyon ritkán érhetnek olyan meglepetések minket, amikor csak a mikroszkópos feldolgozás alatt derül ki a nagyon apró kezdeti stádiumban lévő rosszindulatú elváltozás. Tehát a szövettani vizsgálat minden anyajegy vizsgálatnál elengedhetetlen. Vannak olyan anyajegyek, amelyek bizonyos belső szervi elváltozásokra hívhatják fel a figyelmünket. Például a gyermekkorban megjelenő teljes kávéfoltok, amelyek bőrszintjében lévő halványbarna foltocskák,
Ezeknek a száma, hogyha meghaladja a hatot, akkor gyermekgyógyászokkal összefogva kivizsgálást szoktunk kezdeményezni, neurofibromatózis, egy ritka öröklődő betegség irányába. Bizonyos típusú anyajegyek pedig csont- és lágyrészfejlődési rendellenességekre hívhatják fel a figyelmet. Ér anyajegyek esetén is léteznek olyan szindrómák, amelyek az anyajegyek, ér eredetű anyajegyek megjelenése hívja fel a figyelmünket erre a betegségre. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorába. Addig is vigyázzanak magukra, legyen nagyon szép és boldog az új évük. Viszontlátásra!